Még minden rendben. Itt van lányom. Most jobban tetszik ám, mint egy hete, hallod? Mázsákkal jobban tetszik. Valami két hete nem tetszett, úgy össze volt 10 éve. Lizbike, hogy van? Jó, kondiba is jó. Na jó, nem tudok másképp sajnos bejönni a pályára. Csak így egyenlőre. Na, fölvesszük a pöcköt. Egyenlőre mind a ketten K.O.-k vagyunk, Őrsi barátom is. De ő már jobban van, hónap talán nyerekbe száll. Én rólam sajnos még ez nem elmondható. Szia Csabika, szia Ajni, nézitek gondolom majd a videót, érkezik mindjárt pöcök. Képbe kell lennem, hogy ki vagyok tekerve, és pont a bal oldalra terhelődök, ami nagyon rossz. Valahol jön, nem tudom, hol nem látok a sövényektől egyenlőre. Igen, két hete annyira nem tetszett a pöcök, most összerázta magát, úgy, hogy egy 3,5 hete a Lizbike. Aztán szépen kikerekedett. Majd megy szintetikusan megint szerintem. De olyan szépen főszerzett magára. De pöcök ég és föld most. Most tetszik. Ugye lova voltam még vele egy lotba. Nem is egyszer. Télin is, itt is. Sőt, lehet, hogy amikor főbuktam, akkor is pöcök volt előttem. Ja, igen, ő vezetett. Ja. Hát, haza már nem velem jött. Haza már mentővel mentem. Na mindegy, ilyen van, ez benne van a pakliba, gyerekek. De elrepülök, semmi bajom. Főpattanok, mint a gumilabda, szerintem. De így, hogy meggyűrt maga alá, vagy kétszer, meg még rám is esett, rajtam fölállt, ez ugye a testecskémnek sok volt. Megroppantott elég keményen. Na, hol vagy, pöcök? Jó, most már látom, most fordult be egyenesbe. Pöcök! Ja, szuper!